Kedves diákjaink, kedves tanártársaink, kedves polgármesterünk! Ma azért gyűltünk össze, itt ezen a szép kis új helyen, hogy ünnepélyesen átadásra kerüljön egy iskolai bővítmény, új sportöltöző avatása történjen. Mielőtt ezt megtenném, én szeretnék egy rövid történetet ismertetni. Amikor az iskolánk melletti telep, ez a ház eladóvá vált, akkor a község képviselő testülete polgármester úr vezetésével úgy döntött, hogy megvásárolja ezt a telket abból a célból, hogy használatra átadja az általános iskolának, és mi ezt a lehetőséget kihasználva úgy döntöttünk, hogy sportöltöző kialakítása történjen. Arra gondoltunk, hogy a sportpályákon megtartott tesi órák előtt a tanteremben öltöztetek eddig, így akkor lehetővé válik kultúráltabb helyen öltözködni, itt ebben a épületben, az öltözőkben. Az üres szobák meszeltetését, az öltözők berendezését ismét Csengele község önkormányzata magára vállalta. Ezért van lehetőségünk ma felavatni a sportöltözőket, és hálával, köszönettel tartozunk a csengelei önkormányzatnak. Ígérjük, hogy tetteinkkel, eredményeinkkel gazdagítjuk Csengele jó hírnevét. És meg is kérem Kormányos Sándor polgármester urat, hogy vágja át a szallagot, jelképesen adját nekünk ezeket az öltözőket. Köszönöm szépen. Köszönöm igazgatóasszony, tapsot megérdemel. Mielőtt megtörténne a felavatás, én is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntenének benneteket, köszöntem a tanárokat, és keresem, és nem is olyan nehéz megtalálni Lantos tanár urat, aki anno annak idején igazgató asszonnyal, igaz, hogy ő képviselő is, de annak idején, amikor ez a lehetőség megjelent, hogy talán a mellettünk lévő portát, vagy az iskola melletti portát, a sportpálya melletti portát meg tudjuk vásárolni, szinte külön-külön mondták azt, hogy na, itt van a lehetőség, és ezzel éljünk. Ti még elég fiatalok vagytok arra, hogy emlékezzétek rá, hogy anno annak idején, amikor ez a porta lakott volt, nézzük olyanokra, keresek olyanokat, akik itt ezen a sportpályán játszottak még annak idején, hogy mennyire nehéz volt visszaszerezni a labdát, és nem a szomszéddal volt baj, hanem a 72. labdával, ami már átesett, és ez egy külön kihívás volt itt. Bevallom őszintén, amikor ezt a lehetőséget önkormányzatunk meglátta, akkor azt mondtuk, hogy ezzel élni kell, ha már másé nem is, csak azért, hogy egy picit a diákoknak is, mint a mellette lévő ember nyugodtabban tudjon élni valahol máshol, a diákok még nyugodtan tudjanak focizni, vagy bármilyen labdajátékot játszani. Sajnos az élet az egy picit változtatott rajtunk, az iskola kikerült, vagy elkerült az önkormányzat fönnhatósága alól, de ez a porta, ebbe a pillanatban, ez a ház, ez nem csak azt jelképezi, hogy egy és oszthatatlan Csengele község önkormányzata és Csengele község iskolája, hanem ez ebbe a pillanatban kézzelfogható is. Hiszen az önkormányzat itt van, ha kell, akkor bármiben tudunk segíteni, tudunk a rendelkezésetekre állni. És az első lépés most az, hogy ezzel a nagyon szép, nem biztos, hogy kívülről mindig tökéletesnek mondható, de azt hiszem, hogy ha a szándékot nézzük, akkor inkább azt mondjuk, hogy elindultunk egy vonalon, hogy legyen saját öltözőnk. Az öltöző kérdés azt ugye gyerekek senkinek nem kell elmondani. Még ameddig fiatal az ember itt nézek itt az első, második, harmadik, negyedik évfolyamra, ami nincs nagy baj, de nézek arra följebb, 7.-8. tájékán már kicsit bonyolult a lányok és a fiúk együtt, vagy a öltözésének a szervezése. Ugye a kíváncsiság az egy komoly dolog a férfi emberek életében. Ezt megelőzendő volna az, hogy külön öltöző van. Én arra szeretnélek megkérni benneteket, hogy használjátok a célnak megfelelően az öltözőt,
vigyázzatok rá, ha bármi probléma van, természetesen itt vagyunk, állunk rendelkezésetekre, áll Csengeleközség önkormányzata képviselőtestület rendelkezésetekre, és segíteni fog abba, hogy az öltöző mindig üzemképes és működőképes maradjon. Ha abba tudtok nekünk segíteni, hogy itt mindig rönd legyen, mert ez önkormányzati terület, hogy itt rönd legyen, tisztaság legyen, akkor azt tegyétek meg, légy szíves, hogy Csengeleközség önkormányzatának segítetek. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most szerintem látom. Nem baj, legalább több fizikus csinálni. Okay. Sok a fényképezőgép, bocsánat. Oké, okay. Innentől fogva tiétek az öltöző. Kinek adhatok a végén? Oxi. Vágjál? Oké. Okay. Rendben van.